Köszöntöm a nézőket, önök a G25-öt, a Gyöngyösi Városi Televízió gazdasági magazinját látják. Nézzük meg közösen, mi történt az elmúlt időszakban Gyöngyös és környékén, a gazdasági élet területén. A tajvani Giant Global Group 15 milliárd forintos beruházással kerékpárgyártó üzemet épít Gyöngyösön. A csaknem fél évszázada alapított cég befektetése a magyar munkaerő iránti nemzetközi bizalmat is jelzi. A Giant előtt az idén már több ázsiai vállalat választotta Magyarországot, tavaly pedig minden eddiginél több, csaknem 100 befektető érkezett a szomszédos kontinensről, több száz új munkahelyet teremtve, és csaknem 4 milliárd euróval gyarapítva a magyar ipari kapacitást. A mintegy fél évszázados múltra visszatekintő tajvani vállalat ma a világ legnagyobb kerékpárgyártója. Második európai gyárát Gyöngyösön építi fel a cég, ami egyébként a vállalat 10. gyára lesz. Az új gyöngyösi üzem nem csupán gazdasági hatásai miatt jelentős, hanem azért is, mert a kerékpározás terjedéséhez és a kerékpárutak kihasználásához hozzájárulva az életmódváltást is támogatja. A Giant Global Group elnöke Bonitu hangsúlyozta, hogy Európa nem csupán a kerékpáros közlekedés bölcsője, hanem egyúttal a kerékpárok legfontosabb piaca is. Magyarország a kontinens központjában fekszik, rendelkezik a termeléshez szükséges ipari alapokkal és képességekkel. A gyárat befogadó Gyöngyöst pedig a közlekedési kapcsolatai teszik alkalmassá a beruházásra. Az új üzem termékei Kelet-Európa országaiba kerülnek majd. Gyárunk számára azért választottuk Magyarországot és ezen belül Gyöngyöst, mert Európa közepén van, a városnak pedig jó az elhelyezkedése. Közel van a repülőtérhez, ami egy logisztikai gyár szempontjából kiemelten fontos. Véleményünk szerint a magyar emberek nagyon tehetségesek, erős a kultúrájuk, és az iparral kapcsolatos technológiai tudásuk is igen magas. A tajvani központú Giant Global Group a világ legnagyobb kerékpárgyártójaként évente 5 millió kerékpárt ad el a világ több mint 50 országában. Tajvan és Hollandia mellett Kínában is működtet gyárat. Jeffrey Chin, az épülőgyár ügyvezetője elmondta, hogy a gyöngyösi beruházás 3 ütemben valósul meg a 22 hektáros területen. Az első fázisban 12 hektáron épül meg az összeszerelő üzem, az iroda és a logisztikai rész. A második ütemben 2021-re készül el a festőüzem, a harmadik rész pedig 2023-ra jön létre, ahol a kerékpárvázakat fogják majd gyártani. A gyár egy integrált üzemként működik majd, mivel egy helyen gyártják, festik és össze is szerelik a kerékpárokat. Most szervezési fázisban vagyunk. Véleményem szerint maximum 2 hónap múlva veszi kezdetét az építkezés, és a tervek szerint 2019 második felében elkészülünk az első fázissal. A projekt 3 részre bomlik, az első fázis végére 300 ezer, a második fázis végére 600 ezer, és a harmadik végére 1 millió kerékpár gyártunk majd évente. A munkatársak tekintetében első körben fontos lesz a termelésmérnökök megkeresése, ahol fontos az is, hogy jó legyen a mentalitásuk azoknak, akiket mi tanítunk be. A későbbiekben a robotikával foglalkozó mérnökökre is szükségünk lesz. Hisz György polgármester elmondta, hogy az új beruházás közel 600 új munkahelyet jelent itt Gyöngyösön. A projekt a városvezető szerint remélhetőleg helyben teremt majd jó munkalehetőségeket a jelenleg ingázóknak. Nem egy statikus állapot soha egy városnak a munkaerőhelyzete, a cégek száma, a foglalkoztatók száma, hiszen pont idén jelentette be Gyöngyös egyik legnagyobb foglalkoztatója, hogy nagyon nagy létszámlépítéseket hajt végre, és a valamikor itt több mint 1000-es létszámból évvégére 180 maradt. Tehát jönnek, mennek cégek, azok a
cégek, akik inkább összeszerelő és egyéb olcsó munkaerőt foglalkoztatnak, az a következők várhatóak, hogy el fognak mozdulni azon régiók irányába, ahol még a munkabérek, közterhek és egyéb járulékos kiadások alacsonyak. És jönnek olyanok, akik kvalifikáltabb, összetettebb, nagyobb hozzáértéket produkáló munkát hoznak, és ilyen a Giant is, aki a világ legnagyobb kerékpárgyártója. Az épülőgyár a legjobb technológiát hozza ide Gyöngyösre, melyet Tajvanban is használnak. A gyöngyösi üzemben elsősorban európai stílusú, valamint új generációs e-kerékpárok készülnek majd. A gyár alapkövét távol-keleti szokások, a tajvani kultúra és saját hagyományaiknak megfelelő ceremónia keretében helyezték el. Új épületszárnyal bővül hamarosan a Bogár Park Kórház épület együttese. A legutóbb épített rendelőintézet mellé újabb komplexum épül, amiben helyet kap a gazdasági és a műszaki részleg, valamint a kórházi gyógyszertár. Központi forrásból több fejlesztést is szeretnének megvalósítani a gyöngyösi Bogár Park Kórházban. Ilyen a geriátriai központ a régi kórház területén, az új pszichiátriai járóbeteg szakrendelés, valamint az orvos-nővérszálló kialakítása az egykori tüdőgondozó épületében. A több mint 100 000 ember egészségügyi ellátásáért felelős gyöngyösi kórház az elmúlt években 3,5 milliárd forint értékben hajtott végre fejlesztéseket, eszköz és infrastruktúra terén egyaránt történtek korszerűsítések. Elutasított pályázata az elmúlt években nem volt a kórháznak, és most is milliárdos nagyságrendű terveket vázoltak. A kivitelezési munkálatok még ebben az évben megkezdődhetnek, mondta el az intézmény vezetője. Már elindult a Prodignitas geriátriai szakkórház létrehozása a régi kórház több mint 3000 négyzetméteres területén, amely hospice, demenst és geriátria ellátást szolgálna. Mi valljuk, hogy az a koncepció, amelyik a népesség gyarapodással kívánja megoldani a problémákat, a populációs problémákat, az nagyon helyes, és ennek két útja van. Az egyik a fiatalok segítése a születésszám növelésével, a másik pedig a minőségben megélhető életévek számának a kitolásával. Meggyőződésem, hogy az elmúlt időszakban elhúgy betegek legalább 30-40%-a menthető egy minőségi geriátriai ellátással, és a kettő együtt növelni fogja a populációt. Erre dolgozunk most a Prodignitas geriátriai szakkórház létrehozásával. Nyertünk tavaly tervet a déli szárny bővítésére, elkészítettünk egy tervet. Ez a jelenlegi gazdasági épület, a műszaki épület és a gyógyszertár áthelyezésével egy a járóbeteg szakrendelő folytatásában egy új épület komplexum, ez kb. Egy 70 milliós fejlesztési beruházás, bízunk benne, hogy meg tudjuk valósítani, de emellett szeretnénk a régi tüdőgondozóban egy orvos-nővérszállót kialakítani. A geriátriai központ közel 4,7 milliárd forintból valósulhat meg tervek szerint az évvégi kezdéssel az elkövetkezendő két évben. A hazánkban elhunyt betegek 40%-a megmenthető volna, és a minőségben megélt életkor 15-20 évvel kitolható lenne a főigazgató szerint a központ megvalósításával, melyet segít Horváth László országgyűlési képviselő is, aki fontos stratégiai célkitűzésnek nevezte ezt az elképzelést. Fontos a megyének is, hogy a gyöngyösi kórház ilyen ütemben fejlődjön. Többször mondtam már, hogy ennek a kórháznak nagyon nagy a felelőssége, nem csak amiatt, mert hogy a múltja az kötelezi őt arra, hogy a gyógyító munkát magas színvonalon teljesítse, és hát több mint 100 000 ember ellátásáért felel a gyöngyösi Bogár Pál kórház, és minden egyes, a több mint 100 000-ből minden egyes ember nagyon fontos. Én örülök annak, hogy az elmúlt időszakban a gyöngyösi kórház az sikeresen tudott fejlesztési forrásokra pályázni. Ez a kórházban dolgozókat dicséri, hiszen jó színvonalon megalapozottan nyújtottak be pályázatokat. Ennek eredménye az, hogy szinte elutasított pályázata nem volt a gyöngyösi kórháznak. Az elmúlt években több mint 3,5 milliárdos fejlesztési forrást tudtak idehozni,
és hát ahogy hallottuk, továbbra is vannak tervek, koncepció, van stratégia, milliárdos terveik vannak, milliárdos álmai vannak a itteni kórházban dolgozóknak, a kórház vezetésének, és ennek egyébként a nyertesei, hogyha ezek az álmok megvalósulnak, akkor mindenféleképpen a betegek. Hát egy nagyon fontos stratégiai célkitűzésünk az, hogy mind a mellett, hogy folyamatos legyen a kórházban a dolgozók képzésére, megbecsülésére fordított forrásoknak a növelése, folyamatos legyen az eszközök, a modern eszközöknek a beszerzése, folyamatos legyen a meglévő infrastruktúra, épületek színvonalának az emelése, beleértve egyébként új szárny építését is. Na, ezen túlmenően egy nagy álmunk, és ahogy főigazgató úr mondta, ez már több, mint álom, hiszen az előkészítés fázisában vagyunk, hogy egy országos jelentőségű geriátriai központ valósuljon meg itt Gyöngyösön, és hát ehhez kapcsolódóan pedig egy korszerű, de a régi tüdőgondozó épületébe egy orvos-nővér szálló is létrejön. Ha ezek megvalósulnak, és erre azért ugyanúgy nem csak reményeink, hanem esélyeink is vannak, akkor a Gyöngyösi Kórház pozíciója, az itt lévő betegek biztonságos ellátása az hosszú távon lehet szavatolható. Az új épület tehát közel 700 millió forintba kerül, az orvos-nővérszálló kialakítása pedig 1,2 milliárd forint. Tervezik továbbá a jelenlegi raktár helyére egy pszichiátriai járóbeteg gondozó építését is, a hotelépület szigetelését és a nyilászárók cseréjét. Pályázatok útján további 500 millió forintot fordítanak többek között szennyvízhálózat, fürdőszobák felújítására, patológia és gondozóhálózat szakrendelő fejlesztésére, betegbiztonság növelésére. A következő 5 év feladatai között említette a főigazgató egy rekreációs központ megépítését, ahol óvoda és sportolási szolgáltatásokat is biztosítanának a kórház területén. Megkezdődött a Mátravasút fejlesztése. Kormányzati támogatásból mintegy 638 millió forintból újul meg a Gyöngyös-Gyöngyös-Solymos-Lajos háza közötti pályaszakasz. A vasúti hálózat fejlesztésének a célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegyék ezt a szolgáltatást, valamint bíznak abban is, hogy ennek hatására a mátrai turisztika vonzerő tovább emelkedik. Az 1900-as évek elején épült mátrai kisvasút hálózat sok-sok ember életével összefonódott, azonban ma már nem a nyersanyag szállítása feladata, hanem turisztikai célokat szolgál. A Gyöngyös-Lajos háza közötti pályaszakasz 638 millió forint kormányzati támogatásból valósul meg. Az ünnepélyes beruházás megkezdésének részesei voltak a politikusok, a város és cégvezetők is. Az első vasúti talpfákat közösen szedték fel a tájékoztatón résztvevők, az együttműködést szimbolizálva. A felújítás során 11 ezer vasúti talpfát cserélnek ki, és 100 köbméter ágyazati követ dolgoznak be a szakemberek. Továbbá Gyöngyösön és Gyöngyös-Solymoson összesen 5 híd, 7 útátjáró és 2 megálló is megújul. A gördülő állomány, a mozdonyok és a vasúti kocsik felújítása is megtörténik. A kormányzati támogatásból megvalósítanó felújítás, egy felújítást egy olyan műszaki felmérés előzte meg, amikor is felmértük a vasúti pályának, illetve a rajta futó gördülállomnak a műszaki állapotát. Mindenkit megnyugtatunk, hogy nincs baj, nincs havária helyzet, hanem a jövő tekintetében minden bizonnyal ezeket a szakaszokat felújítani kell, biztonságosabbá kell tenni ahhoz, hogy az ellátás az folyamatos lesz, hiszen nagyon építünk, nagyon számítunk erre a kis vasútnak a további működtetésére. A konkrét munka, ami a 638 millió forintból fog belekerülni, 2 területre lehet elosztani. Az egyik az, hogy magát a pálya szakasz, tehát a vasúti töltést fogjuk felújítani,
természetesen benne lévő simpárat, egy biztonságosabb, nagyobb súlytartományban lévő, mint egy 8000 folyométernyi, úgynevezett 24 kg per folyométer súlynyi simre fogjuk kicserélni. Természetesen is itt most látható volt a mai nap, hogy az előregedett korhat és már bizony ideje múlt talpákat teljes egészében felújítjuk. Nem fogunk betont le, ugyancsak tölgyet, de megint azt a bő, sok-sok 10 évet ki fogja tudni szolgálni, ebből mintegy 11 ezer darab lesz kicserélve. Természetesen ezeknél a munkálatoknál a töltést, ugye hát a kő ágyzati töltést felújítani kell, pótolni kell. Ez mintegy 100 köbméternyi zúzaléknak a beépítését fog jelenteni. Párhuzamosan ezzel 5 hidat, vasúti átkelő hidat, illetve átjárót fogunk felújítani. A maradék pénz, mert ez a pályaszakasz felépítése, amit ma elkezdett már a vállalkozás, hiszen közbeszerzési eljáráson túl vagyunk, ez mintegy 445 millió forintot fog kerülni, ezt követően pedig, és bízhatunk, hogy ott is a közbeszerzési eljárás gyorsan le fog folytatódni, és eredményes lesz. Ott viszont a gördülő állományt újítjuk fel, 3 vonatnak a teljes dízelmotor cseréjét fogjuk végrehajtani. Ezek azon túl, hogy biztonságosabb, korszerűbb gépek, természetesen nagyobb erőbírással, kiszámíthatósággal, amellett is itt a Mátrában elválható, hogy környezetbarát is, az emisszió kibocsátása sokkal alacsonyabb lesz, a fogyasztás is sokkal kisebb lesz, illetve a gőzmozdonyból is lesz egy jelentős felújítása, újra hadrendbe való állítása, valamint a futó vagonok, tehát magát az embereket szállító vagonok is felújításra kerül egy-kettő belőle, amelyből egyik minden bizonnyal a kerékpárok szállítására is alkalmas lesz, ami a bringás turizmusnak is alkalmas lesz, és valószínűleg nagy örömmel fogják fogadni. A kormány az életminőség javítása érdekében prioritásként kezeli az aktív turisztikai fejlesztéseket, ezért fontosak az aktív turisztikai fejlesztések, hangsúlyozta Révész Máriusz kormánybiztos. Miniszterelnök úr megválasztását követő beszédében azt mondta a parlamentben, hogy szeretné, ha 2030-ra a legélhetőbb országok közé tartozna Magyarország, és ennek nagyon sok feltétele van, az anyagi, a munkai, lakhatási feltétel, de ezek mellett kiemelten hangsúlyos, hogy milyen életmódot tudunk folytatni, hogyan tudjuk eltölteni a szabadidőnket. És ezért fontosak az aktív turisztikai fejlesztések, és nagyon sok mindent csinálunk, kilátókat építünk, turistaházakat újítunk meg, ülőszékes felvonókat építünk az országba. Itt a környéken szeretnénk például egy kabinos felvonót hamarosan a Kékestetőre, és ebből a sorba illik bele, hogy a kisvasutak felújítására is egy nagy forrás biztosít a kormány. Első lépésben, hangsúlyozom még egyszer, első ütemben 10 milliárd forintot, ebből 8 milliárd forint az különböző kisvasutak, legrosszabb állapotú kisvasutak felújítására fog menni, illetve a gördülő állomány, tehát ez magyarul azt jelenti, hogy a vasutaknak, vasúti kocsiknak és a mozdonyoknak a felújítása is meg fog történni. Az egyik első szakasz, ami megújul, az itt a Mátrai kisvasút, de emellett meg fog újulni a Lilafüredi, a Királyréti, a Nagycenki, a Kemencei kisvasút is, illetve 2 milliárd forint ezen felül további tervezésekre áll rendelkezésre, és amikor ezek a tervek elkészültek, akkor a kisvasút felújítás második üteméről egy kormány előterjesztést kell majd készíteni, úgyhogy azok a kisvasutak is, amelyek az első ütemben nem kerültek felújításra, azokra is a második vagy harmadik ütemben fog forrás jutni, és azért fontos ezeket a lépéseket megtenni, mert itt le lehet filmezni ezeket a talpfákat, le lehet filmezni a sinek állapotát. Ha nem nyúlnánk hozzá ezekhez a kisvasutakhoz, akkor sajnos ezeket balesetveszély miatt előbb-utóbb be kellene zárni. A kisvasút fejlesztése szervesen illeszkedik a Mátra kiemelt turisztikai régióvá válásának tervébe, mondta Horváth László országgyűlési képviselő. A Mátra vonzereje az hál' Istennek töretlenül növekszik az elmúlt időszakban, az elmúlt években a Mátrában látogatók száma megduplázódott, és az itt eltöltött vendégészakák száma is nagyon jelentősen növekedett, és a vonzerünknek egyik nagyon fontos eleme ez a kisvasút, mert hogy az ide látogatók, és főleg az ide látogató családok előbb-utóbb felülnek erre a kisvasútra, mert hogy ezt a gyerekek kikényszerítik nagyon helyesen, a számukra ez egy igazi élmény. Úgyhogy fontos, hogy ezt a vonzerőt ezt megtartsuk, felújítsuk, megújítsuk, és hát ez a fejlesztés pedig szervesen illeszkedik, mivel Gyöngyöst köti össze Mátrafüreddel, a kisvasút szervesen illeszkedik a Mátra kiemelt fejlesztés, turisztikai fejlesztési régió terve, hiszen Mátrafüred lesz az a fogadó központ, ahonnan egyrészt indul majd a
4 évszakos felvonó a Kékesre, másrészt Mátrafüredről lehet majd minden turisztikai szolgáltatást elérni és igénybe venni annak, aki ide látogat. Úgyhogy a Kisvaszút az jelképesen is és gyakorlatilag is egy nagyon fontos eleme a mi turisztikai régiónknak. A fejlesztések szerves része továbbá a hamarosan kezdődő kerékpárút felújítás is, hangsúlyozta a polgármester. A mátrai turizmus ugyanis egészséges lendületet vett az utóbbi években. Az elmúlt években a mátrai turizmus olyan egészséges lendületet vett, amely megmutatkozik a vendégészakákban, hiszen a 2000-es évek végén lecsökkent 50-60-70 ezer vendégészaka, most már 200 ezer fölött van csak a Gyöngyösi Mátra területén, és ehhez jön még majdnem ekkora vendégforgalommal a Felső Mátra. És azok a turisztikai fejlesztések, amiben hál' Istennek az Egererdő bekapcsolódott azokkal a jóléti beruházásokkal, mint a 90 kilométeres erdei kerékpárút, vagy most ez a Kisvasút felújítás, ez jó illeszhető ebben folyamatban, és hát nagyon reméljük, hogy napokon belül, ez nem öröm a kerékpárosoknak, túrázóknak, kocogóknak, de elindul a Gyöngyös-Mátrafüred kerékpárútnak a bővítése, építése, és reméljük akkor egy olyan egység képződik itt a Mátra lábánál, ami újra azt mondom, hogy kicsit lendületet adhat a turizmusnak. És hát nem mondtuk le arról a reményről, azt gondolom, ami majd a Mátra-bükk kiemelt turisztikai régió lehetőségéből adódna, hogy a füredi kerékpárutat mondjuk egészen a görgőviki csatlakozásig felvinni, ami egy perspektívát nyit Gyöngyösnek, és hát nekünk is van bent a városi kerékpárutat kijelölésével feladatunk, mert akkor bármilyen pontjáról Gyöngyösnek megközelíthető lenne a Mátra is. A munkálatok idején a Szalajkaház vonalán szakaszos korlátozások lesznek. A tervek szerint a beruházás jövő év közepére befejeződik. Kedves nézőink, Önök a G25-öt, a Gyöngyösi Városi Televízió gazdasági magazinját látták. Legközelebb új adással szeptemberben jelentkezünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!